Denis a komisz, újra Pimasz. Magyar hangok. Szető Ádám, Forgács Gábor, Spilák Klára, Pap János, Halász Aranka, Pusztaszeri Kornél, Szersény Gyula, Penke Bence, Dobránszki Zoltán, Ince Ildikó, Lázár Sándor. Dinoszaurusz kiállítás. Versenypálya. Ne olyan gyorsan! A dinoszauruszok nem szaladnak el! De igen! Hadd segítsek önnek! Köszönöm! Elész, egy csendes, nyugodt nap a múzeumban? Igen, ezt mondtam. Evés után fogat kellett volna mosnia. Lassíts! Ezeket a csontokat. Apa, ennek mi a neve? Ez egy Allosaurus. Elisaurus. Hallottad, anya? Ezt itt rólad nevezték el. Nem, édesem, nem Elisaurus, hanem Allosaurus. A-L-L-O-S-A-U-R-U-S. Szívem, ezt nézd meg. Azt írja Dr. harmadik Barkley Skyler ásatási lelete. Barkley, nem hiszem el. Ki az? Együtt jártam egyetemre azzal, aki felfedezte ezt a dínót. Ismered? Hát persze, ismertem. Egy testvériségben voltunk. Ki hitte volna, hogy Barkleyból valaha híres paleontológus lesz? Ő hitte, az biztos. Ennek itt nincs is bőre. Mi tartja össze? Pillanatragasztó? Nem szabad felmászni a kiállított tárgyakra. Denis! Mégis mit csináljak veled? Megmondtam, hogy nem szabad hozzányúlni a tárgyakhoz. Csak meg akartam tudni, mi tartja össze őket. Speciális tervezésű szegek tartják össze. Olyan, mint ez? Igen, épp olyan. Denis! Megyünk haza! Nem kellene sértegetnie! Apa! Hm? Mindig azt mondtad, hogy ezeken majd jót fogunk nevetni. Igen. Nevethetnénk most? Képezte Arledge Armenaki. Zenéjét szerezte Randy Edelman. Készült Hank Ketchum, Dennis a Csibész című képregénye alapján. A forgatókönyvet írta Casey D. és Jack Mandelson. Rendezte Doug Rogers. Henry, nem találom a barna kötött zoknit párját, nem tudod, hol lehet? Tegnap még rajtam volt. Az oknizabáló vitte. Add ide, Ralph! Nem az oknizabáló volt, apa. Odaadtam Ralphnak. Ismerkedjen meg a szagoddal. Hát, ha egyszer kutatnunk kell utánad. Okos gondolat volt, fiam. Edd a reggelidet. Édesem! A vállalkozó beadta az öntözőrendszer költségvetését? Ettől féltem, ott van az üzenőfalon. De hát ez 375 dollár. Ez csak az árokásás, a csövek és a csatlakozások plusz pénz. Ez rablás. Kihívjam a rendőrséget. Ez felnőtt dolog, Denis. De ha valahányszor egy új ötletem támad, az miért mindig felnőtt Denis dolog? Denis. Jó, jó.
És ezzel el van intézve. Úgy látszik, nekem kell megásnom az árkokat a hétvégén. Nem fizettek ennyi pénzt, csak azért, hogy összetúrják a kertemet. Főleg, hogy a múzeumnak még ki kell fizetni a dinoszaurusz összeállítását is. Allosaurus. Gondolod? Szívem, ne felejtsd el, hogy ma este van a szomszédgyűlés. Te és Dennis kettesben vacsoráztok. Ma este van a választás. Ringbe szállok az elnökségért? Ringathatod magad az én székemmel, anya. Ralph és én kimegyünk Mr. Wilsonnal játszani. Ne csap be az... ajtót. Felküldjük a holdra az embert, de egy normális fűnyírót nem tudunk gyártani. Hello, Mr. Wilson. Itt vagyunk. Jó. Maradj is ott, és azt a bolhafészket is csak tartsd a kerítés túloldalán. Mit csinál a fűnyíróval, Mr. Wilson? Még semmit. Először is be kell indítanom a gépet. Jó reggel, George! Jó reggel, George, Harry. Mondja, mikor vesz végre egy új fűnyírót? Ez nagyon jól működik, ha egyszer beindítom. Szia, apa! Szia, Dennis! Sok szerencsét, George! Üdv! Hagyja, Mr. Wilson, majd én. Most már működik? Kapjál, Mr. Wilson! Gyerünk, Ralph! Segíts neki! Állítsd már le! Gyere ide, Ralph! Jó kutya! Mr. Wilson, nem örül, hogy Ralph már engedelmeskedik magának? Biztos, hogy nem kerülünk bajba miatta? Most viccelsz? Apa, szombaton már golfozhat. Igazi hősök leszünk. Ha segítek, én leszek a hunyú, amikor legközelebb bújócskát játszunk. Nem gond. Ezeket az árkokat úgy kell majd megásni, hogy lehetőség szerint minél jobban csökkenthessük a felhasználandó műanyag locsoló csövek mennyiségét, vagyis a költségeket. Ezt rád hagyom, Pibi. Egy dolog viszont nagyon fontos. Vigyáznunk kell arra, hogy ne zavarjuk Mr. Wilsont. Azt hiszem, ma nincs jó hangulatban. Dennis, a papádnak lesz a legjobb öntözőrendszer a háztömbben. Sietnünk kell, hogy elkészüljünk, még mielőtt hazaér. Joey, neked Gina mellett kéne ásnod. Hé, srácok! Itt van valami a földben. Igen, mi az? Mi az, Dennis? Én segítek, Dennis! Valamiféle hatalmas csont. Segítsetek kihúzni. Hű, nézd meg mekkora! Aha. Olyan, mint egy őskori baseball ütő. Tudni, hogy egy olyan dinoszaurusz csont, mint amilyet a múzeumban láttam. Igazad van. Ez egy a jurakorból származó dínos ipcsontjára emlékeztet. Ez valószínűleg egy kamptoszaurus. Hallottad ezt, Joey? Egy kamptoszaurus. Igen, igen, a zsiráfkorból. El kell mondanom Mr. Wilsonnak. Nem lesz dühös többi, ha meglátja. Dennis! Nézd meg, mit kaptam. Márla a menyasszony. Szerintem gyönyörű. És szagol csak, francia parfüm. Fúj, nem kapok levegőt. Ha lány lennél, tetszene neked. Én lány vagyok, és szerintem ez cik is. Margaret, senki nem kíváncsi a hülye mennyasszonyos babádra. Találtam egy dinoszaurusz csontot, nézd. Fúj, szerintem ez egy sima ökörcsont. Ez nem ökörcsont. Ezen a területen 100 évvel ezelőtt nagyon sok ökör élt. Ez egy dinoszaurusz, és Dennis találta meg.
kit érdekel? Egy mennyasszony baba felkészít a női szerepemre, ami sokkal fontosabb, mint a hülye ökörcsontotok. És most elmegyek, mielőtt még összepiszkoljátok a szép ruhámat. Én pedig megmutatom Mr. Wilsonnak a dinoszaurusz csontomat. Gyertek, srácok! Dennis Mitchell! Mit jelentsen ez? A fél udvart feltúrtátok. Meg akartam lepni apát azzal, hogy kiásom az öntözőrendszert. De ehelyett saját magamat leptem meg egy igazi dinoszaurusz csonttal. Nézzenek oda! Hogy néztek ki? Tetőtől talpig sárosak vagytok. Mit fog szólni az anyukátok? Menjetek haza, majd jól kikaptok. Gyerünk, indulás! Szia, Dennis! Szia, Szia! Sziasztok! Fiatal úr, te pedig rögtön indíts a kádba. Ó, hagyd ezt az izét kint. Nem hagyhatom kint, mert ez egy értékes felfedezés. Akkor neki is a kádban a helye, hiszen piszkos. Te is, Ralph, gyere, fúj! Ó, anya, te nem értékeled a piszkot. Szerintem apád sem fogja értékelni a lyukakat az udvarban. Ha megnövök, akkor olyan házat építek, aminek nincsenek sarkai. Dennis, vacsora! Úgy döntöttem, hogy ma vacsora nélkül fekszem le, mivel zöldség van vacsorára. Dennis! Oké. Mihez kezdünk a pázsittal? Megcsinálom a hétvégén. Csak segíteni akart. Mi ez a zaj? Dennis! Ó, szívem, ne hozd ide az asztalhoz! Mi a fene ez? Nem fogom megenni, apa. Csak nézni fogom. Ó, elkésem a gyűlésről. Itt hagylak, hadd vesztetek össze a csonton. Kívánjatok szerencsét! Sok szerencsét! Jaj, édesem, elmosogatnál vacsora után? Persze! Köszia! Szia! Tudom, hogy neked egyértelmű a válasz a kérdésemre. De mégis mi ez? Akkor találtam, amikor az öntözőrendszert ástuk. Margaret szerint ökörcsont, de Pippi szerint ez egy igazi dinoszaurusz csont. Szerinted? Ekkora ökörcsontot még nem láttam. De nem tudom, vajon tényleg dinoszaurusz csont-e. Nem hívhatnánk fel a barátodat, tudod, Dr. Sailor-t? Talán ide jöhetne megnézni. Hát, Dennis, nem is tudom. Biztosan nagyon elfoglalt ember. Jó, rendben, megpróbálom. Miután megetted a zöldséget. Tényleg? Ó, úgy imádom a zöldségeket. Oké. Egész nap fel akartál cipelni a padlásra. Tessék, itt vagyok, mit akarsz megmutatni? Csak maradj még egy kicsit, George, mindjárt jövök. És kapcsold már végre ezt a zajt. Így nem tudok gondolkozni. A nászutunkon Waikikin még tetszett ez a zene? Az 39 évvel ezelőtt volt. 40! Emlékszel erre? Az esküvői ruhám. Az első randevunk évfordulóján házasodtunk össze. Így döntöttem, nehogy kihagyjam a bajnokságot a 7. fordulóban. George Wilson, 2 hét múlva lesz a házassági évfordulónk, valami különlegeset szeretnék. Ó, Márta, biztosan lesz valami külön kiadás a tévében. Majd eliszogatunk egy kis almabort. Semmi vendégek, semmi tömeg vagy ünneplés. George, hallgass ide, most komolyan beszélek. Rendben, mondd meg, mit csináljak. Vigyél el vacsorázni, táncolni. Jó, válaszd ki, hova is foglaltas asztalt? Hawaiin. Hawaiin? Te beteg vagy, Márta? Biztosan delíriumban vagy. Tessék! Vegyél magadnak egy kis makadámmogyorót, vedd meg ezt a lemezt, jobban nincs tele karcolásokkal, és ne felejtsd el a visszajárót. Én sem akartam elhinni, Barkley. Ott voltunk a múzeumban, és ott volt a neved. Csodás, csodás, hogy el tudsz jönni. Dennis már nagyon izgatott. Hát remélem azok után, hogy meddig tartott lenyomozni a számod, nem ökörcsont lesz.
Oké, remek. Akkor viszlát holnap. Juhé! Hű, apa! Köszi! Nem hiszem el! Holnap tényleg idejön! Juhé! Hurrá! Látom, korábban elkezdtétek az ünneplést. Íme a szomszéd egy lett új elnöknője. Ez csodás! Egy pillanat, Dennis! Anya! És az első dolgunk megelőzni, hogy a benzinkút tovább terjeszkedjen. Mi van? Ide jön, hogy megnézze a dinoszaurusz csontomat, és itt lesz nálunk. Ez csodálatos kicsim. De kicsoda? Harmadik Barkley Skyler, a dinoszaurusz vadász. Megtaláltad Barkley-t, és ide jön hozzánk? Úton van Denverbe valami karbon meghatározás miatt, azt mondta, nem gond beugrani hozzánk. Hát nem csodálatos, anya. Egy igazi dínó vadász nézi meg az én felfedezésemet. Megmutatjuk Margaretnek is. Mi aztán nagy csibészek voltunk. Miket csináltatok? Hát, én nem mindig voltam apuka. De nem ugyanabba az évfolyamba jártál. Emlékszem, a diplomaosztó éjjelén fellocsolt a vízzel a dékáni hivatalt. Te hoztad ki az utolsó 50 dollárodból, amit azóta sem adott vissza. Megyek, előkészítem a vendégszobát, ideje lefeküdni, mosd meg az arcodat. De az arcom most álmos, ha megmosom, akkor biztos, hogy újra felébred. Menj már! Mindjárt jövök és betakarlak. És mondj mesét is! Alice, Barkleynek olyan élete van, amiről mi csak álmodhatunk. Alig várom, hogy újra láthassam. Hidd el, én is. Ahogy a következő tornádót is alig várom. Halló? Ki halt meg? Hello, Mr. Wilson. Tudta, hogy csak maga, meg én vagyunk ébren? Mondd csak, miért hívsz fel az éjszaka közepén? Mert maga a legjobb barátom, és el akartam mesélni, hogy a dinoszaurusz vadász holnap eljön hozzánk. És ez a vadász tudja, hogy a dinoszauruszok kihaltak? Micsoda? Kihaltak. Veled is ez fog történni, ha még egyszer felhívsz éjszaka. A dínók kimartak. Az ember minden nap tanul valami újat. Akkor felhívom az anyukáját. Dennis, csendesítsd le Ruffot! Ő az! A Mitchell rezidencia, gondolom. Barkley! Reggeli előtt! Milyen kedves meglepetés! Gyere be! Hello, Alice! Csodásan nézel ki, mint mindig. A diplomaosztó óta nem változtál. És te vén csavargó! Ez biztosan a kis dínóvadászotok! Hello, Tigris! Hello, Dr. Sailor! Hív csontosnak, mindenki így hív! Oké, csontos! Tessék! Itt van. Dennis, előbb hadd szusszanjon egyet, csak most érkezett. Remélem, nem túl nagy kitérő neked. Na, az igazi dinoszaurusz csont. Csak egy tipikus, mindennapos kertbeli csont. A tipikus, mindennapi kertbeli dinoszauruszotokból. Azt hiszem, kamptoszaurusz. Igazi, egy dinoszaurusz csont. Figyelj, Tom,
te meg Kori dobjatok el mindent és gyertek ide. Nem, a tévécsatornákkal meg a sajtóval majd én foglalkozom. Azt hiszem Jura Kori, talán Kréta Kori. Így vagy úgy, de fantasztikus lelet. Ó, Harry, hadd segíts! Semmi gond, csak telefonálj. Igen, nagyon jó barátok, bármit megtennének nekem. Rendben, viszlát holnap, ciao. Barkley, vacsorára báránysültet terveztem, ha neked is megfelel. Ó, ha báránysült, jó, ha nem lehet tejbeáztatott borjú. Tejbeáztatott? Igen, vajban megpirítva egy könnyű menta vagy bazsalikom szósszal, ha nem nagy gond. Ó, egyáltalán nem gond. A bőröndöd a vendégszobában van. Ezt is felviheted, benne vannak a denveri mintáim, túl értékesek ahhoz, hogy kint hagyjam. Ó, és szükségem lenne arra a nagy fémdobozra is. Nem gond. És 20 000 dollárra. Hozzám beszélsz? Hát persze. Ennyibe kerül kivitelezni az ásatást, plusz-minusz pár ezer. Miféle ásatást? Ezt itt, ezt. Egy csontnál nem állunk meg. És honnan szerzünk pénzt? Adomány. Például egy nagy cégtől, amely hajlandó lenne szponzorálni, például az, amelyiknél te dolgozol. Az Aerospace General? Miért ne? Hiszen egyedül a reklám is kétszer annyit ér. Na, és mellesleg még leírható az adóból is. Javasolhatnád a főnöködnek, nem? Felejtsd el, csontos. Biztos, hogy a cégemet ez nem érdekel. Ó, majd később megbeszéljük. Fáradtnak látszol, hozok neked egy narancslevet, ha? Csontostól kaptam ajándékba. Egy triceratops fog. Te egy mázlista vagy. Szia, Dennis. Hol szerezted ezt a cuccot? Csontostól kaptam. És ezt is ő adta nekem. Biztos csak egy ökörfog. Akarsz bújócskázni? Felejtsd el, Margaret. Mostantól fogva nem lesz időm bújócskázni. Miért? Hát azért, mert Dennis híres dinoszaurusz vadász lesz. Dennis Mitchell! Te mindig kitalálsz valamit, csak hogy ne kelljen bújócskáznod. De ez most tényleg igaz. Még iskolába sem fogok tudni járni, mert annyira el leszek foglalva a felfedezéssel. Ó, igazán? És hol hajtod ezt a felfedezést végezni? Az egész világban. Afrikában, Szibériában, Külső Magnóliában. Külső Magnóliában? Hihetetlen vagy, Dennis. Anya is ezt mondja. Gyere, Joy. Nem pazarolhatjuk itt a drága időnket vele. Még mennyi van? Gyere, meg tudod csinálni. Nem is tudtam. Gyere! Gyere! Ilyen jó formában kell lennem, hogy formába hozzam magam. Csodásan csinálod. Mi ez a hirtelen érdeklődés? Felkészülök a hulatáncóráimra. Hulatáncóra? Ebben a városban? Ó, George és én Hawaii-ra utazunk a 40. évfordulónkon. Na hát, Márta, ez csodálatos. De hogy tudtad rávenni erre George-ot? Még nem vettem rá. Ott voltunk Nászúton, és nagyon szeretnék visszamenni. George sajnos nem adna ki pénzt rá, így én viszem el őt. Egy kis dugi pénz, amit félre raktál? Jelentkeztem egy állásra a Cukorka Birodalomba. Holnap megyek interjúra. Jó neked! Nagyon tetszik a merészséged. Gondolom jó időbe telt meggyőzni George-ot, hogy kieresszen a házból. Ó, még semmit sem tud róla. Szabad! Látni akart, Mr. Clemons? Igen, Mitchell, jöjjön be! Nézze, ki van itt! Henry! Dan és én épp téged dicsértünk. Szívből gratulálok, hogy maga micsoda remek ötlettel állt elő. Milyen ötlettel? Ne tetesd magad ostobának, arról az ötletedről beszél, hogy az Aerospace General szponzorálja az ásatást. De neked semmi... Ne legyél már ennyire szerény, Harry. Nem csapsz be senkit. De ez a pasas hihetetlen. Az egyetemen is hagyta, hogy mások arassák le helyette a babérokat. Ez abszolút tökéletes. 1 millió dollárnyi reklámot kapunk mindössze néhány csákány és alsó áráért. Na és persze a dinoszaurusz vadász kiváló szolgálataiért.
Mr. Clemens, Mitchell, nagyon jó szlógen jutott eszembe, hallgassa. Aerospace General a cég, amely a jövőbe lát, de tiszteli a múltat. Na, hogy tetszik? Őszintén geniális, de abszolút geniális. Micsoda csapat! Az okos, újító szellemű ipari kapitány és a merész, kalandvágyó paleontológus, akiket egy keményen dolgozó, hűséges alkalmazott hozott össze, Henry Mitchell. Hogy tehetted ezt? Felhasználtad a nevem, hogy bejuss a főnökömhöz. Azért, hogy jó pontot szerezzek neked. Henry imádta az ötletet. De nem az én ötletem volt, hanem a tiéd. Szólhattál volna. Még azt sem mondtam, hogy áshatsz a kertemben. Csak azt kértem, nézd meg, hogy Dennis tényleg dínócsontot talált-e. És azt talált. De Henry, nem hagyhatjuk ennyiben. Egy nagy felfedezést szimatolok. Ez lehetne a te személyes hagyatékod a társadalomnak, a Henry Mitchell lelet. Híres leszel. Nem hinném, hogy... Azt mondtam, a Henry Mitchell lelet? A Dennis Mitchell lelet. A Dennis Mitchell lelet. Csak egy hetet adj. A segédei már a városban vannak. Jó, rendben. De semmi felhagytás, oké? Okay? Észre sem veszed, hogy itt vagyunk. Vigyázat, veszély, paleontológiai feltárás. Ez a hely, ahol állunk, szemtanúja volt a történelem kezdeteinek. Feladatom, feltárni hatalmas titkait. Dr. Skyler, Phil Sanchez vagyok, a KEBT. Hívjon csak csontosnak. Elnézést, ennek már a 3 órás hírekben kell lennie. Hogy viszonyul ez az észak-amerikai leleteihez? Ez talán még szenzációsabb felfedezés lesz, mint a Utahi. Milyen bizonyítéka van egyetlen csont mellett, amelyet egy kisfiú talált? Miss Flanagan, a csont bizonyíték, mi kell még? Igaz, hogy ez a felfedezés az első. Fiúnál tartunk. Hadd mutassam be önöknek a fiatal embert, aki újraírja a föld történetét. Dennis Mitchell! Üdv mindenkinek! Szia, Dennis! Látod, én megmondtam, hogy Camptosaurus. Szia, Dennis! Én is itt vagyok! Én is, Dennis! Ő a barátom. Össze fogunk házasodni. Margaret, ébredj fel! Csak hogy tudják, Margaret és én nem fogunk összeházasodni. Dennis, gondoltál már arra, hogy paleontológus legyél? Az meg micsoda? Ha felnősz, szeretnéd azt csinálni, amit Dr. Skyler? Anya szerint kéne, mert mindig nyakig vagyok a sárban. Mit gondolsz, csontos? Szerintem is. Szia, Dennis! Nézzék, a legjobb barátom, Mr. Wilson és Mrs. Wilson. Hello, Mr. Wilson! Jöjjön, ismerkedjen meg a dinoszaurusz vadásszal. És maga is jöhet, Mrs. Wilson. Hozzon egy kis sütit. Mindjárt jövök. Azt már nem. Üdv itt, a dinoszaurusz országban! Hát nem izgalmas? Tényleg az? Milyen érdekes? Oké, készen vagyok. Áshatok itt? Hé, ne olyan gyorsan! Milliméterenként kell előre haladnunk, hiszen mi, paleontológusok, nem szeretnénk tönkretenni semmit, ugye? Nem szeretnénk. Itt kezdjük, ahol a csontot megtaláltad. Dennis, hé, vigyázz, hová lépsz. A felszíni áttekintés során óvatosan lefedik a terepet. Csontos, ha tényleg találnak itt egy dínót, megtarthatom? Tartok tőle, hogy nem, Dennis, de jó esély van rá, hogy rólad nevezik el. Hogy rólam? Ó, hű, egy Dennis Saurus. Híres leszek. Ó, még hogy híres? Hát persze. Hamarosan ezen a helyen híres tudósok és kutatók adják egymásnak a kilincset, és mindezt azért, mert te kiástál egy csontot. Dennis, ez egy nagy horderejű pillanat lehet számodra. Igen, az. Mi az, hogy horderejű? Viszlát később, George. Orvoshoz mész? Nem. Futóversenyre? Állásinterjúra. A Cukorka Birodalom elárusítónőt keres, ahonnan a makadám mogyorót hoztam. Jelentkeztem az állásra. Hogy micsoda? De csak félállás.
Nem mehetsz állásba. Ez nevetséges, ez őrültség, hiszen ez Amerika ellenes. George, ha te nem viszel Hawaii-ra, nekem kell téged elvinnem, és az bizony pénzbe kerül. Hawaii-ra, szóval erről van szó. Nem, George, az évfordulónkról van szó, arról van szó. Ó, majd elfelejtettem, a visszajáró. És sietnem kell, lekésem a buszomat. Ne felejts el egy kis nugátos csokit hozni. Hamarabb fog kivert kutyaként visszasompolyogni, mielőtt azt mondanád, hogy bá. Tűnj el, ott van, különben hívom a sítért! Menj innen, menj a saját udvarodba, és maradj is ott! Ne legyen ilyen kemény vele! Azzal az ösztönnel született, mint én, hogy kiásson dolgokat! Legalább maga nem az én rózsakertemben ás. Mióta ide költöztek, ugyanazon az átkozott helyen kotor. Mintha nem ásnának itt amúgy is éppen eleget. Hálás lehetne érte. Dennis felfedezésével felkerül a város a térképre. Én ott szeretem ezt a várost, ahol van. Ahol nem találnak rá. Jó reggelt, Márta! Ma elbűvölően csinos. Köszönöm, Mr. Skyler. Ne felejts el a vetítést. A világért ki nem hagynám. Márta! Látom, hogy már is visszajöttél. Szervusz, George. Ezt neked hoztam. Egy kis béke ajánlat. Márta, ezt nem kellett volna. Egy kis panaszkodás is megtette volna. Miért kéne panaszkodnom? Mert nem kaptad meg az állást, mi másért. Ne aggódj, visszafogadlak, Márta. Nem, George. Megkaptam az állást. Csak éppen holnap kezdek el dolgozni. És hogy tudd, a nugátos csokit Dennisnek adom. George Wilson, elég legyen. Dennis nem tudja megenni. Megpróbálhatom. Elég sok desszertet ettél. Csodás volt a torta, Alice. Köszönöm. Kérek még egy szeletet, ha nem gond. Nem, semmi gond. És kapcsold le a villanyt, kifelé menet, jó? Persze. Kezdődik a műsor. Montana állam, Missoula mellett, egy Tyrannosaurus koponyájával. Nem látom a koponyát. Rajta állok. Ez egy hatalmas lajhár állkapcsa, amit a Zulu harcosok földjén találtunk az expedíciónk 8. kincselteli hónapjában. 25 francia és én felfedeztünk egy éppen maradt iguanadont. Sajnos elfogyott a film, mire teljesen kiástuk. Ez izgalmas, csontos. Ha túl sokat eszel belőle, rongálja a fogakat. Jó, hát akkor csak eleget eszem. Itt pedig Észak-Kínában vagyunk, a Csókú Tianon. Nincs másról fotója, csak saját magáról. Csid, George! Mint említettem, itt Észak-Kínában vagyunk, amely megjelent a paleontológiai szemle évfordulós számában. Itt a kép, amelyet a People magazin címlapjára tettek. Tőlük kaptam a dinoszaurusz vadász nevet, és rám ragadt. Itt a perui Amazonas mentén vagyunk, a fejvadászok földjén. Az egy Titanosaurus sípcsont. Titanosaurus sípcsont? Igen, abban az évben 21 talkshowba hívtak meg. Elég vagy, Dennis Mitchell, nincs több édesség. Nyugodj meg, Alice, ez egy különleges alkalom. Márta különben is neki hozta. Igen, anya, Mrs. Wilson nekem hozta. Ágyba, Dennis. Még a szibériai ásatáshoz sem értünk. Dennis kihagyja a szibériai ásatást, gyerünk felfelé, apa majd betakar. Nem, csontos takarjon be. Kívánj jó éjszakát mindenkinek. Jó ét, Mrs. Wilson. Jó ét, édesem. Jó ét, anya. Hozzád, jó? Jó ét, Mr. Wilson. Jó ét, csontos. Jó ét, tigris. Jó ét, Dennis. Jó ét, apa. Nem felejtettél el valamit? Apa. Oh.
ha legközelebb felébred, te jössz. Most a zulu vadászok kergették őt, Teddyt és Ruffot, hogy ellopják tőlük a nugátos csokit. Legalább elaludt. Most már igen. Annyira idegesített, hogy Barkley folyton a harcosokról és fejvadászokról beszélt. Nagyon izgalmas életet él. És a mi életünk is izgalmas lesz holnap, ha Dennis fél éjszaka fent van. Csontos mindenkire hat, nem igaz? Ugyan szerintem túlértékeled. Henry, tennünk kell már valamit. A sajtó állandóan üldöz minket, a szomszédok kezdenek panaszkodni. Félek, hogy valaki beleesik az egyik gödörbe és beperel minket. Szívem, ne aggódj. Csontos pontosan tudja, mit csinál. Igen. De miért aggaszt ez engem? Éppen az 5 órás hírekhez interjúvolnak meg. Ott vagyok, amint éppen megtekintem a nagyobb ásatásokat a paleontológus barátommal. És ott ások az ásómmal. És ott vagy te is, Ruff. Azonban néhány szomszédot már kezd zavarni. Én segítek a segédeknek is. És ott vagyok csontos harmadik Skylerrel. Dennis Patrick Mitchell, azonnal gyere ide! Ajaj, nagy baj van. Mindhárom nevemet kiabálta. Egy hétig sarokba kéne állnia. Mi a baj, Alice? Nézd csak meg ezt a... Minek neveztél? Alice! Mi van azzal, hogy anya és apa? Csontos azt mondta, hogy ő a keresztnevükön szólította a szüleit. Szerintem ez király. Szerintem nem. További utasításig én anya vagyok, apa pedig apa. Most pedig rak rendet. Csontosnak biztos nem kellett rendet raknia. Ne légy benne biztos. Azt mondta, a szülei azt akarták, hogy szabadon kifejezhesse magát. Kifejezhesse magát? Csodás! Legközelebb majd újjal fogsz festeni a falra. Csak erre az egyre. Dennis! Ha azt hiszed, kutyának lenni nehéz. Próbálj meg gyereknek lenni. Miért vagy sarokban? Művészet. Aha. Oui, c'est un camptosaurus. Oui, oui, c'est surprenant. C'est le plus grand trouve pour cet siècle. Oui, oh, il va fantastique dans votre musée. Moi? Oui, moi. Ok, bon. Au revoir. Ez meg ki volt? A Párizsi Természettudományi Múzeum. Felkértem őket, fizessék ki az ásatás egy részét. Cserébe 20 évig kölcsön kapják a csontvázat. Én azt hittem, az Aerospace General fizeti az egészet. Több tőkére van szükség. Az ásatás többe kerül, mint gondoltam. Nem. Azt ígérted, a hétvégére vége lesz, és ahogy a dolgok állnak, még nem készülsz távozni. De csak centikre vagyunk egy új felfedezéstől, érzem. Nézd, csontos, újra kell gondolnunk ezt a dolgot. A szomszédok idegesek... Henry, mondd! Lehetek őszinte veled? Teljesen őszinte. Persze. Le vagyok égve, öregem. Kifújtam. Leégve? De az a sok cikk, a sok reklám, a címlapsztorik. Próbáld meg kifizetni a lakbért egy fotóval. És a rengeteg beszámoló körút csak fizettek érte? Persze, amennyi a benzinre elég volt, hogy odajussak. Henry, a karrierem egy hajszálon függ. Ez, ami a pázsitod alatt van, végre kisegíthetne a bajból. Barkley, nem tudom... Kérlek, Henry, nem tudom, hány esélyem van még. Segítened kell. Hát, ha tényleg csak idő kell... 1 hét. Maximum 2. Jó. Az öntöző rendszeredet is felállítjuk. Ugyanazt nem kell. Ragaszkodom. Egyébként, mire vannak a barátok, mi? Mióta Dennis megtalálta azt az átkozott dinócsontot, mindenütt ott vannak ezek a népek. 3 háztömnyire is.
Nem baj, George, el akarom mondani, hogy használd a mosógépet. Tudom, hogy kell használni a mosógépet. Már szét is válogattam a szennyest. A színes ruhákat hideg vízzel kell kiöblíteni, vízlágyítóval, fehérítés nélkül. A fehérekhez használhatsz fehérítőt, de csak a mosásprogram alatt. Majd centrifugázd ki, és öblítsd át meleg vízben. És vegyél ki mindent, ha lejárt a program, különben a ruhák elveszítik a puhaságukat. Minek nézel te engem, gyereknek? Ó, George, téged senki nem nézne gyereknek. Jut eszembe a sütemény, sütnöm kell valamit Dennisnek. Itt a kocsim. Fehérekhez. A kocsid? Mr. Bonfilly, a tulajdonos, felajánlotta, hogy bevíz, hát nem kedves tőle. Már is jövök, Mr. Bonfilly. Márta? Nagyon kedves magától, hogy elvisz. Micsoda gyönyörű autó! Ne felejts el porszívózni! Mrs. Mitchell. Szia, Margaret. Dennis épp nincs itt. Tudom, ezért vagyok itt. Mrs. Mitchell, beszélhetnénk? Női dolog. Természetesen. Komolynak hangzik. Az is. Dennis nem akar játszani velem, amióta megtalálta azt a dinoszauruszt. Alig szól hozzám. Már mindent kipróbáltam, ami eszembe jutott. Még egy új vőlegény babát is vettem. És Dennisnek neveztem el, de semmi nem működik. Talán változtass a hozzáállásodon. A hozzáállásomon. Azt szeretnéd, hogy Dennis játszon veled, ugye? Hát persze. Viszont Dennis nem igazán érdekli Marla, a mennyasszony és az új vőlegény babád, ugye? Különös, nem? Az ember úgy mutatja ki, hogy kedvel valakit, hogy érdeklődést mutat az iránt, ami az illetőt érdekli. Dennis most nagyon érdeklődik a dinoszauruszok iránt. Szóval ezt kellene megpróbálnod. Szóval ahelyett, hogy rávegyem, csinálja azt, amit akarok, csináljam azt, amit ő akar. Pontosan. Milyen ostoba is voltam, ilyen egyszerű. Persze, egyszerű hát. Csak mutasd meg neki, hogy tiszteled azt, amit ő szeret. Félreteszem a mennyasszony babát. Mostantól fogva más lány vagyok. Mégpedig a vadonatúj. Forradalmi Margaret! A gyilkos dinoszauruszok összecsapnak! A tyrannosaurus, a stegosaurus ellen! Játszhatok? Én ugyan nem babázok. Igen, Dennis nem babázik. Ki kérte, hogy babáz? Dínósat akarok játszani. Tényleg? Persze, imádom a dínókat. És mióta? Mindig is imádtam őket, és szerintem a világ legjobb dolga lenne dinoszauruszosat játszani veled. Mit gondol, Joey? Te döntesz, 6 hónappal idősebb vagy nálam. Jó, akkor játszhatsz. Ó, de jó! Mit csinálsz? Ez a dinoszaurusz papa, ez a dinoszaurusz mama, és ezek a kicsinyeik. Ó! Ó, Marta! Ez a facakat, gyere már vissza! Ne! Ó! Utóirat, utóirat, a mosógép, túlcsordult, túlcsordul, a fenébe, hol a többi papírdarab? Hello, Mr. Wilson, van egy kis sütije? Nem, Dennis, most nincs sütizés. Mi
Mrs. Wilson egy csutit se hagyott nekem. Nem bizony. Nem látod, Dennis, hogy éppen le akarom kapcsolni ezt az átakvertem mosógi? Az könnyű. George Wilson! Te! Vén zsugari majom! Mikor veszel végre egy új mosógépet? Mrs. Wilson ezt szokta csinálni. Miss Flanagan! Nem megy el, ugye? Sajnálom, egy másik helyszínre tartunk. De miért? Most kezdtük el, nagy vadat szimatolok. Ebben biztos vagyok, de a főnököm szerint, ha 3 napig nincs semmi, nekünk az kevés. Sajnálom. De exkluzív interjút adnék. Ha valami van, csak hívja a helyi adót. A műholdon majd kimegy az országos adókra is. Minden jót! Igen. Minden jót. Alice, bejöhetünk? Ó, persze, Barbara. Öljetek le. Arról van szó, ami itt zajlik. Az az igazság, mióta Dennis megtalálta azt a csontot, katasztrofális a helyzet. Mintha én nem tudnám. Tudod, annyi a kocsi az utcánkban, hogy a saját feljárunkról nem jutunk ki. Gina nem hajlandó megírni a leckéjét. És ezek a népek elviszik a kukánkat szuvenírnek. Szóval teljes a fejetlenség. Higgyétek el nekem, hogy én ugyanígy érzek. És mivel te és Henry vagytok a felelősek, azért jöttünk, hogy közöljük. Ezennel felmentünk a szomszédegylet elnöki posztja alól. Elnézést, átmennék. Barkley, kérlek. Szia, édes. Szia. Mint ha akadályversenyen lennék odakint. Egyre rosszabb. Ó, észrevetted? Ajjaj. Mondtam valamit? Vagy Dennis a hibás? Bár ő lenne. Henry, én ezt már nem bírom tovább. Az életünk fenekestül felfordult. A szomszédságunk olyan, mint egy pályaudvar. És mindennek tetejébe kirúgtak a szomszédegyletből is. Repültem. Ó, szívem, sajnálom. Tudod, mennyire fontos volt ez nekem. Egész évben azon dolgoztam, hogy összefogjanak a szomszédok a városrészünk tönkretétele ellen, és engem rúgnak ki. Miért olyan keményen dolgozol? Miért? Nézd csak ki a bejárati ajtón. Itt mindannyian összefogtunk a terjeszkedő benzinkút ellen, de ez semmiség ahhoz, ami odakint folyik. Henry, azt akarom, hogy Barkley Skyler távozzon a házamból, mégpedig most. Nem olyan könnyű. Az Aerospace General szponzorálja. Én nem állíthatom le. Ó, dehogy nem. Emellett, Barkley nehéz időszakon megy keresztül. Ez nagyon fontos neki. Henry, nagyon sajnálom, ha Barkley-ra rossz idők járnak, de ez az ő baja, nem a miénk. Nem rendezhetjük át az életünket, csak hogy újabb tábla jelezze a nevét a múzeumban. Az udvarunk egy kupleráj. A munkások behordják a sarat a teherautóikkal. A szomszédok nem szólnak hozzánk, és legfőképp itt van Dennis. Barkley rávette, hogy a keresztnevünkön szólítson minket. Az ujjával fest a falra. Henry, esküszöm... Oké, igazad van. Beszélek vele. Most! Most. Csontos! Gyere vissza! Szia, apa! Csontos! Állj! Henry! Ez szuper, Csontos! Jól van!
Hé, hey, na mit szólsz, bajnok? Király! Hát ez szuper! Csontos, ennyi volt. Tudod, hogy nem örülök, ha elviszed Deniszt motorozni. Csak egy-két körre vittem el, nem nagy ügy. De nagy ügy. A körnek vége. Ó, de apa azt mondtad, hogy neked is volt motorod, amikor egyetemre jártál. Bizony volt is, úgy hívták, Repesztő Mitchell. Repesztő? Ez csak egy ostoba becenév volt, és nagyon régen volt. Azért hívták így, mert nagyon tudott repeszteni a motorral. Bizony. Az egyetemen senki nem ért a nyomába. Hű, Repesztő Mitchell. Gyerünk! Mutasd meg, hogy csináltad. Figyelj, ez nevetséges. Gyerünk, apa, mutasd meg. Gyerünk. Hát... Talán, de csak egy gyors kört. Egek. Ilyenem még soha nem ültem. Egy pillanat alatt belejössz, öregem. Igen, látnod kellett volna, Elise, mint a régi szép időkben. Na, meg volt a kis beszélgetésetek? Miről? Henry. Menj fel szépen, és mosd meg a kezedet és az arcodat. Oké, de úgyis megint piszkos lesz. Miért gondolom, hogy a távozásomról fogunk beszélgetni? Ne elég, Csacsi Bartley, csak arra, nem hogy... is kell mondanod. Nem készülhetsz fel eléggé, hogy ennyire megváltozik az életed. Nem, mintha nem értékelnénk, hogy... Elise, Henry, egyáltalán nem kell szabadkoznotok. Elmegyek. Mi? Vége az ásatásnak, finito, ennyi volt. Megerősítő lelet hiányában nincs értelme tovább ásni. Holnap mind elmegyünk. Thank you.
csontos! Ha? Mit csinálsz Mr. Wilson kertjében? Ne olyan hangosan! Elások valamit, egy meglepetést. Hű, szerintem nem kéne. Mr. Wilson nem szereti a meglepetéseket. Ó, ezt szeretni fogja. Ettől majd híres lesz. Már így is híres. Minden gyerek tudja nálunk, hogy nem szabad a közelébe menni. Ó, úgy értem, világhíres. És gazdag is. Nem szeretnéd, hogy a barátodnak nagyon sok pénze legyen? De szeretném. Akkor Mrs. Wilsonnak nem kéne dolgoznia. És Mr. Wilson már nem lenne olyan magányos. Így is van. Ezért nem is szabad szólnod erről senkinek a világon. Megértetted? Azt hiszem. Vadászbecsületedre? Vadászbecsületemre. Hogy elkísérjem a buszig, anya szerint mindig úri embernek kell lenni, még ha az ember nem is kap sütit. Igaza van, de azért van itt valami meglepetés a számodra. Ó, csí, a kedvencem. Nincs annyi, amennyit sütni szoktam, de a mai napra talán elég lesz neked. Köszönöm szépen. Remélem finomak. Félig még aludtam, amikor gyúrtam a tésztát. Sajnos ez a bolti munka nem sok szabad időt hagy nekem. Ma pedig délelőttös vagyok. Ne aggódjon, Mrs. Wilson. Higgye el nekem, hamarosan biztos, hogy úgyis ott hagyja azt az állást. Mert millió és millió dollárja lesz. Tényleg? És ezt hol hallottad? Nem mondhatom meg, mert titok. Ó. De az a jó benne, hogy így majd otthon maradhat. És vigyázhat Mr. Wilsonra. Ó, szerintem George képes vigyázni saját magára. Nem tudom. Mindig magához beszél. Még akkor is, ha maga nincs ott. Beszél hozzám? Igen. Tudja, amikor beüti az ujját, vagy odaégeti a vacsorát, vagy leesik a létráról, mindig azt mondja, Márta! Ó, köszönöm, hogy ezt elmondtad, Dennis. Kérek sütit? Ó, köszönöm. Szóval mi ez a nagy titok? Nem mondhatom el. Vadász becsületemre. Biztosan? Biztosan. Ó, ez nagyon komolynak hangzik. Kapcsolná nekem a KABE TV-t? Tudom, hogy szörnyűség ilyet mondani, de örülök, hogy nem találta meg azt a dinoszauruszt. Az életünk végre nem egy kész bolondok háza lesz. Azt mondtad, bolondok háza? Ez az én hívószavam. Csontos! Ezt meg kell ünnepelni. Megünnepelni? Megtaláltad a Camptosaurust? Bár úgy lenne. Nem, amolyan búcsúpohár a régi egyetemi cimborák között. Az én igazi barátaimra, akik mindvégig elviseltek engem. Köszönjük. Szeretlek titeket. Csirió. Csirió. Ó, nagy kár, az a sok munka hiába volt. Mindkettőnknek nagyon fáj ez. Hé, ilyen a paleontológia. Egyszer hopp, másszor kopp. A lényeg az, hogy ez újra összehozott minket, úgy, mint a régi szép időkben.
Te bolharaktár, takarodj a rózsáim közül! Alice! Alice! Mi a baj, Mr. Wilson? Elvinni végre ezt a nyavajás kutyát? Majd én fel vagyok öltözve. Sics! Hes! Tűnj már innen, kifelé, menj innen! Hadd segítsek, Mr. Wilson! Elszeled tőle a csontot! Engedd el! Engedd el! Engedd el, te bolhafészek! Az Istenért ráncsa már meg egy kicsit! Add már ide! Gyere csak, add már ide! Phil Sanchez vagyok a KEB TV-től. Ha közvéleménykutató, hát én csak a bowling meccseket nézem. Hát nem húzná erősebben? Kivel van, a kutyával vagy velem? Egy sztori miatt jöttem. Rendben. A sztori, ember harapta kutya. Mr. Wilson, kaptunk egy fülest, miszerint valaki... Rendben, álljon csak arrébb, fiatalember. Ez az. Hozd ide! Megálljon! Tudja, hogy mit tart a kezében? Mit? A történelmet. Megmondaná, mi ez? Ha nem tévedek, egy Stegosaurus Stenops állkapcsa. És egy combcsont. És egy kézközépcsont. Mi zagyvál itt össze? Gratulálok, Mr. Wilson. Úgy tűnik, maga egy igazi dinoszaurusz temetőn csücsül. Azonnal készüljetek, élőadásban közvetítjük. Az élete örökre megváltozik. Ettől tartottam. Az első csontot a Mitchell család 6 éves fia találta meg, amikor édesapja árkokat ásott az öntöző rendszeréhez. A szomszédban Wilsonék laknak, akik a 60-as éveikben járnak. A férfi nyugdíjazott postai dolgozó és felesége Márta tartja el mindkettőjüket. Errefelé, srácok! Itt alszik a dinoszaurusz vadász. És az ott az én szobám. Ez pedig itt az anyukám. Az életben sokkal szebb. Az első csontot a Mitchell család 6 éves fia találta. Nem tűnnének el innen? Ha nem tudnák, ez magánterület. Nézzétek, ő találta meg a csontokat. Kérem szépen, mosolyogjon! Kérem! Márta! Jó reggelt, Mitchell. Elnézést a késésért, dugóba kerültem a kocsi feljárómon. Ne aggódjék, Mitchell, hiszen hamarosan egy nagyobb és jobb házba költözik. Ezt hogy érti? Csontos felhívott. Elmesélte a maga Dinosaurus Park ötletét. Dinosaurus Park? Igen, olyan, mint a Disneyland. Csak a miénk az őskorszak köré fog épülni. Talán dinoszaurus hullámvasutat is építhetnénk. De miért mesélem el magának, hiszen maga állt elő az ötlettel? Azt mondta, az én ötletem volt? Csontosnak igaza van, maga tényleg nem örül, ha sikerélménye csak van. Csak arról van szó. Mitchell, ez zseniális, és a cég is egyetért velem. Nem csak jót tesz a sajtókapcsolatoknak, de a pénzügyesek megmutatták, hogy mekkora nyereséghez jutunk. Az Aerospace General belép a szórakoztatóiparba. Hála magának. Szerencsére sikerült elérnem, hogy az önkormányzat gyorsan rámenjen az őskori lelőhely kérdésre, így könnyebben alakítják át a szomszédságot. Átalakítják a szomszédságot? El kell költöznünk a barátainknak, a szomszédainknak, mindenkinek? Ezt nevezik fejlődésnek. Csinos kis profitja lesz a háza eladásából. De nem akarunk profitot, elköltözni sem akarunk. Mitchell? Megmondtam. Az Aerospace General, a cég, melynek dolgozik, támogatja az ötletet. Így maradjunk is ennyiben rendben. Óvatosan kapar rá! Vigyázz a többi példányra! Szóval itt vagy, Dennis Mitchell! Hello! A baseball kesztyűm, és a dinoszauruszom. Miért hoztátok vissza őket? Vissza kell adnunk mindent, amit kölcsön kaptunk tőled. Miért? Mert mindannyiunknak el kell költöznünk. A dinoszaurusz park miatt. Már nem játszhatunk többé fogócskát sem. És ez mind a te hibád. Mit csináltam?
Te voltál az, aki ide hívta azt a hülye dinóvadászt. És szerintem direkt csináltad, hogy ne kelljen elvenned. Nem direkt, de megtettem volna. Hé, Margaret nem olyan, mint azok a képek, ahol meg kell találni a 10 apró eltérést. Nem az a fontos, mit mond Margaret. Mi nem haragszunk rád. De szerintem, ha mindannyian elköltözünk, akkor egy a 3 trillióhoz az esélye annak, hogy megint szomszédok leszünk. De ha tudni akarod, nekem megvan a telefonszámod, így felhívhatlak, bárhol is vagy. Most haza kell mennünk. Szia! Sziasztok! Hello, Mr. Wilson! A mamám küldött át magának ebédet. Van egy nagy hírem. Feltaláltak valamit nemrég, úgy hívják kapucsengő. Nagyon finom az ebéd. Sok csirke és kevés zöldség van benne. Ráfnak és nekem nagyon ízlett. Csak Ráf kihányta, de én nem. Vagyis még nem. Ne a louisianai bélyegemre, nem igaz, hogy ez megtörtént velem. Nézze, betették a fényképét az újságba. Ahol élünk, az egy túrténelem előtti lelőhely. Egy vidám parkot fognak itt építeni. Tuti, hogy most biztosan nagyon boldog. Ugyan miért lennék boldog? Amiatt a sok pénz miatt, amit kapni fog. Miféle pénz? Egy kilakoltatási végzést fogok kapni. Oda telepítik a dinoszaurusz földet, ahol éppen most állsz. Akkor nem is lesz szüksége pénzre, hiszen ingyen felülhet majd mindenre. Látja, tudtam, hogy van miért boldognak lennie. Dennis, figyelj ide. Éjjel-nappal riporterek üldöznek. Turisták kukucskálnak be az ablakomon. Paleontológusok ássák fel a rózsakertemet. Elveszítem az otthonomat. Boldog? Még soha nem voltam ilyen nyomorultul. Nem fogsz lépni, ugye? Oké, temetheted magad. Akarsz még egyet játszani? Én sem. Van valami törvény erre, nem? Az ember azt hinné Oroszországban van. George, ne gyere megint Oroszországgal, órákba telik, mire befejezed. Megpróbálnak ebből a helyből egy átkozott vidámparkot csinálni. Dinoszaurus park, még mit nem? Kezdesz vörösödni. Tessék, fúj csak ebbe bele. Márcál, nem értelek én téged. Régebben törődtél az otthonunkkal, és most már csak egy valamivel törődsz? A cukorkaboltal is, Mr. Bonfruttival, vagy mi a neve? Bonfii. George, szeretnéd, hogy kilépjek és itthon maradjak? Miért? Ez meg miről jutott eszedbe? Semmiről. A piszkos ruhákról, a mosatlan edényekről. Időbeosztás. Kifejlesztettem egy rendszert. Oh. Porszívózás hétfőn, mosás kedden, mosogatás minden harmadik nap és kész. Ez csodálatos, George. Eddig nem is tudtam, hogy ilyen érzéked van a házi munkához. Hát ebben az esetben, ma nyugodtan alszom. Jaj, George. Igen. Neked is. Jó ét, Marta. Te sem tudsz aludni, mi? Ki tud? Holnap reggel az Aerospace General nyilvánosan is bejelenti, hogy a szomszédságunkban tematikus vidámparkot építenek. Harry, tennünk kell valamit ez ellen. Bár tudnám, hogy mit. Mondtam, az önkormányzatnál az Aerospace mögött állnak. Voltam a múzeumban,
csontos mögött állnak. Minden olyan gyorsan történik, mintha egy robogó vonaton ülnénk. Mindenki azzal van elfoglalva, hogy megőrizze a dinoszauruszok lakhelyét. De a mi lakhelyünkkel senki sem törődik. Ó, hogy lehet Mr. Clemons ennyire érzéketlen? Szívem, a cégünk a legnagyobb munkaadó ebben a közösségben. Ami jó az Aerospace Generalnak, az jó Amerikának. Legalábbis a ránk eső része. Nem értek egyet. Nem hagyhatjuk, hogy idejöjjenek és széttúrják az otthonunkat, mert pár millió évvel ezelőtt itt élt néhány dinoszaurusz. Tessék, mit gondolsz? Az Aerospace General elpusztítja a szomszédságunkat. Ezzel nem mehetsz ki! Dehogy is nem! Neked is csináltam egyet. Alice! Nem csatlakozhatom a tüntetéshez, bármennyire is egyetértek vele. Elveszítem az állásomat. Szerintem a Dinosaurus Park nem olyan jó ötlet, Ralph. Mit gondolsz? Váraton meglepetéssel szolgálunk azoknak, akik részt vesznek ma a túrán. Készítsék hát elő a kameráikat, és megmutatjuk önöknek azt a helyet, ahol a Mitchell gyerek az első felfedezést tette. A mondás szerint, ha alszik rá az ember, megjön a válasz. És? Hülyeség. Nem hiszem el, hogy Dennis megadta Joe-nak ezt a számot. Veszem. Joey még alszik. Mondtam, hogy ilyen korán ne telefonálj. Hidd el, hogy majd visszahív, ha felébred. Mr. Clemons, elnézést kérek. Nem, persze, hogy ébren van, csak egy pillanat. Mr. Clemons. Hello? Tudok a sajtótájékoztatóról, de azt hittem, csak ketten mennek. Nem, úgy terveztem, hogy dolgozni megyek. Értem. Ismeri a véleményemet az egész Dinosaurus Park ötletről, Mr. Clemons. Igen, értem, uram. Rendben, ott leszek. Viszlát. Viszlát. Rossz hír. Mr. Clemons azt akarja, hogy én is szólaljak fel a sajtótájékoztatón. Majd integetek neked a Tribünről. Alice, ez nem tréfa dolog. Nem tréfáltam, így dolgozom fel a rossz hírt. Hol van Henry és a kis dinoszaurus vadász? Itt a dinoszaurus túladagolást próbálják kiheverni. Nagy nap ez mi? Hivatalosan is bejelentik a dinoszaurus parkot. Már kora hajnal óta itt vagyok. Imádom ezt a nyüzsgést. Persze vannak, akik nem osztják a látomásunkat, egy kisebbség. Ez a kisebbség a szomszédainkból áll, ha esetleg nem vetted volna még észre. Ó, Alice, ez meg mi a fene? Csak teszem a dolgomat. Csak nem a dinópark ellen tüntetsz. Dehogy is nem. Elég már, Alice Mitchell, hogy vagy képes ide dugni a képedet? Talán már nem vagyok elnök, de a városrombolást még felismerem. A ti oldalatokon állok. Akkor miért engeded, hogy ez folytatódjon? Kéj, hidd el, én aztán nem engedek semmit. Örülünk, hogy csatlakozol hozzánk. Nem hagynám ki. Mi is áldozatok vagyunk, ahogy ti. De Harry, és te kezdjétek el! Ezen nincs mit tagadni. Ne ás tovább! Ne ás tovább! Le a dinoszaurusz parkra, a dinoszaurászok haza! Ne ás tovább! Ne ás tovább! Le a dinoszaurusz parkra, a dinoszaurászok haza! Én voltam itt előbb. Keresd magadnak egy másik kertet. Ez itt az én kertem. Ne ás tovább! Ne ás tovább! Le a dinoszaurusz parkra, a dinoszaurászok haza! Ne ás tovább! Ne ás tovább! Le a dinoszaurusz parkra, a dinoszaurászok haza!
Dinoszaurusz parkot! Dinovadászok ne állj tovább! Ne a Dinoszaurusz parkot! Dinovadászok haza! Ne állj tovább! Ne állj tovább! Márta, mit keresel itt? Itt dolgozom, te csacsi. Igen? Bejöttél, hogy köszönj? Nem, nem, azt nem tehetem. Ó, ez itt az enyém? Ó, ez az ócska kóró. Épp ecegettem a kertben, de ha akarod, a tiéd lehet. Persze, hogy akarom. Gyere be, üdvözöld Mr. Bonfit. Már nagyon szeretne megismerni. Lefogadom. Dominik, ismerkedjen meg a férjemmel, George-al. Nagy öröm ez számomra. Hallom, hogy maga nyugdíjazott postás. Nem, nem teljesen nyugdíjazott. A kormány még alkalmaz vészhelyzetekkor olyan probléma megoldó vagyok. Igazán? Mikor volt ez? Nem emlékszel? 83-ban, amikor Fellinek sérültétje volt. Ó, bár én is nyugdíjba mehetnék és pepecselhetnék a kertben. De ehhez túl sok energia pezseg. Igen, jól tudom, hogy mire gondol. Tudja, nekem sincs sok időm pepecselni. Ó, igazán? Mivel tölti az idejét? Általában rakettezek. Márta nem is mondta, hogy George rakettezik. Ó, nem mondtam. Biztos kiment a fejemből. Na sem, nekem rohannom kell. Mondja, maga is joggol? Ha nincs jobb, ami formában tartaná az embert. Várta, ideje a 10 kilométeres futásomnak, szívem, otthon találkozunk. Örültem, hogy megismertem. Viszont, George. Mozgasd a hotdogos kocsit, te balfáci! Hát a popcorn! Kettőt egyáráért! Kettőt egyáráért! Emberek, vizet kihúzod a házébe, kicsi! Ne ás tovább! Elnézést! Le a Dinoszaurusz parkon, dino vadászok haza! Ne ás tovább! Ne ás tovább! Le a Dinoszaurusz parkon, dino vadászok haza! Ne ás tovább! Távozna a rózsakertemből! Tudja, hogy elfogytak a rózsái? Mondja, hallott már valaha a korregidorról? Oké, nyugi, már itt sem vagyok. Rajtam lehet. A tiéd lehet. Nekem nem kell. Köszi, de neked miért nem kell már? Mert csak. Dennis, tényleg azt gondolod, hogy mindannyiunknak el kell költöznünk? Nem tudom. Közel fogunk lakni egymáshoz? Nem tudom. Még barátok leszünk? Nem tudom, Joy, csak 6 éves vagyok. Én sem tudom, de azt tudom, hogy nem akarok elköltözni. Én sem. Ráf, tudod, mi történik, ha el kell költöznünk? Soha többé nem játszhatok Ginával, vagy Bibivel, vagy Joyval, vagy a jó öreg Margarettel. Soha többé. Ne állj tovább!
Kérhetem a figyelmüket? Kérhetem a figyelmüket? Üdv önöknek, üdv! Mi az Aerospace Generálnál örömmel vesszük, hogy ennyien eljöttek ma reggel. Ma nem csak felszenteljük ezt a helyet, hanem pontosan elmagyarázzuk, miképpen fogják hasznát látni ennek a vállalkozásnak. Annak láttam hasznát, ha összepakolnának és elhúznának. Így van, így van, igen! Igaza van. Mielőtt gyorsan elköszönnék, hadd mutassam be önöknek Henry Mitchellt és a fiát Dennis. Csak hogy engedheted, hogy Henry részt vegyen ebben? Nincs más választása, Kay. Hol van Dennis? Itt van! Jó, gyere fel ide! Szerintem nem túl jó ötlet, Mr. Clemens. Ostobaság! A gyerek egy hős! Gyere fel ide, Dennis! Menj csak, Dennis! Íme Henry Mitchell és Dennis Mitchell. Ez nekem nem igazán megy, így próbálok rövid lenni. Nagyon büszke vagyok, hogy Dennis találta meg a dinoszaurusz csontot. És bár úgy lettem bemutatva, mint aki támogatja a dinoszaurusz park ötletét, igazából azt szeretném mondani, hogy már itt az elején le kell állítanunk ezt a vállalkozást. Úgy van, Henry! Igen, úgy van, Henry! Márta, te mit keresel itt? Azt képzelted, hogy hagyom, hogy egyedül néz szembe az egésszel? Kiléptem. Kiléptél? Mitchell, van fogalma arról, hogy mit művel? Igen, Mr. Clemens, van. Pontosan tudom, mit csinálok. Mindannyiunknak vannak itt barátai. És a gyerekeinknek is vannak barátai. És ez sokkal fontosabb, mint bármiféle dinoszaurusz lelőhely vagy vidámpark. Ne nézzük mindezt ölbetett kézzel. Hallatni kell a hangunkat és kész. Szerintem nagyon jó, hogy ennyien eljöttek tüntetni, de nem a tüntetés a megoldás, a cselekvés. Minden itt kezdődött, a mi kertünkben. És itt is fog végződni. Nem lesz itt semmiféle dinoszaurusz park. Vagy újabb dinoszaurusz ásatás. Mitchell? Azt hiszem világossá tettem, hogy ez mennyire fontos a munkaadójának. Igen, kristálytisztán elmondta, mennyire fontos ez az Aerospace Generálnak. Jobb, ha valamit tisztázunk. A cég jó munkaadón volt, és én szerettem a munkámat. De ha a cég nem fogadja el, hogy többre értékelem a családomat és a szomszédaimat egy akármilyen vidámparknál, akkor talán nem megfelelő cégnél vagyok. Göröm szakadtáig harcolok a dinoszaurusz park ellen. És hogy megkíméljem attól, hogy ki kell ilyen rúgnia, felmondok. Kérem, vigye a kíséretét, és gyorsan távozzon a birtokomról! Ez az! Igen! Figyelmüket. Én is teljes szívemből szeretnék gratulálni Henry Mitchellnek, az én régi, egyetemi haveromnak és jótevőmnek, azért, hogy mindig is mellettem állt. Igen! Gyerünk, gyerünk! Igazán megérdemli! És egyébként ez az egész nem is a Vidám Parkról szól. De ezek után tovább kell dolgoznunk a Wilson lelőhelyen. Szerzünk egy másik szponzort, és legközelebb minimalizáljuk a szomszédságot érintő kényelmetlenségeket. Észre sem veszik majd, hogy itt vagyunk. De önkéntesekre van szükségünk, akik segítenek választ találni a George Wilson rózsái közelében talált csontok kérdésére.
Milyen kérdésekre? Hát, honnan kerültek ide a csontok? Mióta voltak ott? Ez könnyű. A te kék zsákodból kerültek ide, és 3 napja vannak ott. Nem emlékszel? Te tetted oda őket. Édes a kölyök, csak viccel. Ugye? Micsoda? Oda ásta el őket, én láttam. Pontosan mit beszél a fiam? Oké, túlértékeltem a lelőhelyet. Előfordul. De ez csalás. És ami rosszabb, bevontad a fiamat is. Henry, csak oda tettem néhány csontot, hogy időt nyerjek. Nem nagy ügy. Nem nagy ügy? Miattad elveszítettem az állásomat. De Henry, te hívtál ide. Az asszisztenseid szerint a csont, amit Dennis talált, nem is erről a vidékről származik. Talán a vándorló indiánok hozhatták ide. Na és csaltam. Előbb-utóbb tisztáztam volna. Hát persze, miután felkerültél a Time magazin címlapjára, és szerepeltél néhány tucat talk show-ban. Kár, hogy így kell végződnie, Henry. Igen, nagy kár. Ha nem hívlak ide, életem végéig te vagy a példaképem. Megváltoztál, haver. Már nem vagy vicces. Második lászút Hawaiion. Biztosan rettentően izgatott vagy, Márta. Ó, igen, és George is, ugye, George? Egy bankkölcsönből megvettem a repülőjegyeket, és Mr. Bonfigli kölcsön adja az ottani lakását. Hol van Dennis? A szabályozón dolgozik. Én megmondtam. Dennis! Csak próbáltam rákattanni a ritmusra. Oké, emberek, készen van a hot dog. Ki kér egy Honolulu dogot? Honolulu dogot? Finom ananásszal és kókusszal. Én kérek egyet hagyma nélkül. Ne? Én 2 is kérek, ha lehet. Én csak egy sima hot dogot kérek, egy sima kifliben. Én is, apa. Ez a tiéd, Ralph. Na és te, Margaret? Én nem eszem gyors kaját. Addig vegyétek, amíg forró kijön. Azt hiszem én. Mr. Clemons, a legkevésbé magát vártam. Ó, csacsiság, Mitchell, ki nem szereti a hotdogot? Ha csak nem dinoszauruszúsból van. Sajnálom, amit csontos művet. Olyan ártatlanul kezdődött, és aztán elszabadult. Amit maga tett, ahhoz bátorság kellett, Mitchell. Nekem kell bocsánatot kérnem. Aki a családját és a barátait a nagy pénzes üzletek fölé helyezi, az dicséretet érdemel. Köszönöm, Mr. Clemons. Szóval a kis felmondására rátérve inkább nem fogadom el. A maga fajta alkalmazottakra van szüksége az Aerospace Generalnak. Az ilyenekre építjük a jövőket. Már ha maradni kíván. Persze, hogy maradok, uram. Jó, de azt hiszem, hogy nekem most mennem kell. Maradjon és egye meg a hot dogját. Vigyen a sofőrjét is. Köszönöm, Mitchell. És most pedig a díszvendégek. Köszönöm. Hát holnap ilyenkor George és én a hulatáncot ropjuk, igaz, George? Igen, de ne feledd, hogy én vezetek. Hát persze. Jó utat. És jó hazatérést kívánunk. Igen. Most már Mrs. Wilson akkor süthet nekem sütit, amikor csak akar. Hát nem csodás nyugdíjasnak lenni. Én nyugdíjas vagyok, te pedig munkanélküli. Kivéve az udvari munkádat. Jut eszembe, Harry már bókolni akartam. Milyen szép az udvara. Ha beindítjuk végre az új öntözőrendszer, szép is marad. Az időzítője tönkre ment. Ne aggódj, apa. Én és Pibi reggel megjavítottuk. Ez szuper, Pibi! Gyere, Joey!
Működik, Dennis! Bármilyen jól érzem is magam, Dennisnek sikerül elrontania.